Sziasztok! Az egyik videóm alá érkezett egy kritika. És úgy gondoltam, hogy ezt a kritikát szívesen megosztanám mindnyájatokkal. Érdemes vele foglalkozni, mert ez egy olyan jellegű kritika, ami jó. Mégis az emberek 99%-a támadásnak venni. Megmondom őszintén, első olvasásra nekem is úgy csapódott le, minthogyha támadnának, és negatív volt, és egy kicsit bántásnak éreztem. Egyébként az ilyen helyzetekben ez teljesen normális. Amikor kritikát kap az ember, akkor az egója helyén van, bekapcsol, és egyfajta önvédelemi üzemmódba vált. Többször is végigolvastam, nekiveselkedtem, újra és újra elolvastam, és azt kell mondjam, hogy 100%-ban egyetértek Zoltánnak a kritikájával. De mielőtt tovább mennénk, felolvasom nektek is, hogy tudjátok, miről van szó. Hello! Az érdekelne, hogy te vagy ti vloggerek miért csináljátok ezeket a videókat. Úgy értem, pénzt kerestek vele, exhibicionisták vagytok, esetleg ez egy hobbi nálatok? Őszinte leszek, ha akarod, kitörölsz. Stílusod és humorod az annyi, mint történelem szakos roma a Harvardon. Teljesen átlagos emberke vagy, aki éli a hétköznapi emberek unalmas életét. Miért érzed szükségét annak, hogy rögzítsd és mindezt feltedd ide, vagy bárhova a netre? A videózás technikai részéhez biztosan értesz, mert minőségileg nem rossz, amit csinálsz. Csak a tartalom, az egy rakás. Mindenki elmegy fodrászhoz, szerelőhöz, meg a bevásárolni, ez napi rutin. Kit érdekel? Egy példa. Ki a f*** érdekel, hogy hogyan töltesz klímát a jobbkormányos BMW-be? Az már más lenne, ha mondjuk te magad cserélnéd ki a vezérlést az autón, és erről készítenél egy technikai videót, ami másnak is a segítségére lehet. Légy kreatívabb, ha már ezt a szakmát választottad, utazz el ismeretlen vagy veszélyes helyekre, pattogtassál kukoricát a Mátra legmagasabb pontján, egy mikróban, főzzél halászlevet a parlament lépcsőjén, miközben Máté Péter számokat énekelsz a kapuőrnek. Értesz már? Kreativitás! Ez nem csak neked szól, hanem az összes hozzád hasonló önjelölt YouTube sztárhoz, amit leírtam, szóval ne pityörök sokat emiatt, inkább tegyél azért, hogy érdekes tartalmakat készíts, és akkor nem kell clickbaitekkel embereket becázni a nézettségért. Na most már ti is értitek, hogy miről van szó, szóval ez volt a kritika, amit Somogyi Zoltán írt. Kedves Zoltán! Először is hadd köszönjem meg, hogy vetted a fáradtságot és írtál nekem egy normális kritikát, és nem csak nyomtál egy dislike-ot a videóra. Mivel te is őszinte voltál hozzám, én is őszinte leszek hozzád. És itt igazából nem csak Zolihoz beszélek, hanem igazából mindnyájatokhoz beszélek. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyetértek Zoltánnak a kritikájával. Ezt én is érzem, hogy nem annyira színvonalasak a vlogok, mint például a külföldi vloggerekhez, most a nagy neveket említem csak, Casey Neistat, vagy a hazai nagy youtuberek, például Magyarósi Csaba. És itt igazából meg is áll nálam a rangsor. Biztosan, hogy vannak rajtuk kívül idehaza is nagyon jó youtuberek, viszont ők más, teljesen más kategóriában vlogolnak. Én elsősorban azért vlogolok, mert nagyon szeretem csinálni. Szeretem felvenni a napból egy pici részletet, és ezt összegezni, összegyúrni egy rövid kis videófilmé. Fogalmam sincs arról, hogy Zoltán, hogy ki vagy, mi vagy, mivel foglalkozol. Nem tudom, hogy vannak-e gyerekeid. Annak idején, mikor én születtem, akkor nem volt nagyon fejlett a technológia. Nem voltak kamerák, nem voltak voltak fényképezőgépek, de nem tudtak mozgóképet például felvenni. Az, hogy én rögzítem a napjaimat, hogy éppen mi is történt, teljesen mindegy, hogy most a Tesco-ba szaladtam el, vagy elmentem feltölteni a klímát. Vagy így, vagy úgy, egy pici kis részlet az életünkből megmutatkozik ezeken a videófilmeken. 2017-et írunk, a technológia rengeteget fejlődött azóta, most már elérhetők az ilyen kamerák, és fel tudod venni az életedből esetleg egy pár percnyi videóanyagot, amit ugyebár én összegyúrok egy rövid kis filmecskévé, tulajdonképpen emlékeket gyűjtök. Egyrészt azért érzem szükséget annak, hogy feltegyem,
mert ezeket az anyagokat nem tudom ugyebár eltárolni a számítógépemen, mivel hogy nagy a fájlnak a mérete, ezért jobb, hogyha jobb helyen vannak a YouTube-on. És hát nyilván próbálom ezeket a videókat egy kicsit szórakoztatóvá is tenni, azon kívül, hogy emlékeket rögzítek. Olyan emlékek, amiket majd a saját gyerekem esetleg, amikor én már nem leszek már ezen a földön, vagy ezen a világon, akkor meg tud nézni, hogy milyen volt akkoriban az élet, milyen volt az az élet, amikor ő még kicsi volt, mert sajnos sokan vagyunk úgy, hogy kiskori emlékünk pár fényképből áll. Én szerintem sokkal többet tud nyújtani, sokkal élvezhetőbb egy videó, mint pár megfakult fénykép. Az, hogy ki mennyire él unalmas életet, azt nyilván mindenki saját maga dönti el. Biztos vannak olyan emberek, akiknek ez nem jön át. Ez teljesen rendjén van, ezt megértettem, nem kötelező senkinek nézni a vlogot, hogyha nem tetszik, ezt nem erőltetjük rá. Ez olyan, mint a mozifilm, vannak olyan emberek, akiknek tetszik egy film, vannak olyanok, akiknek egyáltalán nem tetszik. Tehát teljesen más filmeket nézünk, más dolgok iránt érdeklődünk, ez így rendjén is van. Ha nem tetszik, akkor nem kell nézni. Mi emberek mindig összehasonlítunk valamit valamivel. Úgy van, így van ez a vlognál is, és Zoltánnak a kritikájából ki is derül. Tehát ő is valamihez hozzáhasonlítja az én vlogomat. Most nem tudom, hogy kihez hasonlította hozzá, vagy hasonlítottad hozzá, de mondjuk egy magyar Ósi Csabához értelmetlen lenne összehasonlítani. Ha nekem is fizetnéd, Zoltán, az útjaimat, mert ugyebár egy átlagember, aki unalmas életet él, az valószínűleg nem keres milliókat, és nem engedheti azt meg magának, mivel van egy felesége, van egy gyereke, hogy állandóan utazzon a nagyvilágba, drágábbnál drágább helyekre, és abból készítsen vlogot, holott persze én is szeretnék, de hát vannak ugyebár limitek. Na most, hogyha te megtámogatod nekem az útjaimat, akkor valószínűleg én is sokkal, de sokkal jobb és érdekesebb vlogokat tudnák készíteni, mint amilyeneket készítek. A vlog első évada az ismerkedésről és magáról a tanulásról, a tapasztalatszerzésről szól. Aztán, hogy a későbbiekben mi fog lenni, az majd a későbbiekben ki fog terülni, mert a jövőben ugye nem látunk. Hú, jó sokat beszéltem mi. Most már abba hagytam, mindenki megnyugodhat. Inkább megmutatom nektek, hogy hogyan kell felszerelni egy gyerekülést, egy gyerek biciklülést a biciklire. Lássuk akkor, hogy mi kell a gyerekülés, a biciklis gyerekülés felszereléséhez. Először is kell hozzá egy bicikli. Kell hozzá egy... nem. Macska az nem kell hozzá. Macska nem kell a bicikli ülés felszereléséhez, nem érted? Na, csipic. Imbusz kulcs. Kell hozzá ez a valami, amit majd mindjárt meglátok, hogy ez hova kerül. Kell hozzá maga a baba ülés. És van még hozzá egy ilyen alkatrész, amit majd... ami ebbe az alkatrészbe fog belemenni, ebbe. Ez fog felmenni a biciklinek a vázára. Először ezt a négy csavart, ezt ki kell csavarjuk. Ebből az imbusz kulcssal. Hello, Gabó! Megjött a segítségem! Azt végre. Hittem már rég kész vagy. Nem. Szóval itt van ez a darab, ez ide fog felkerülni. Szóval most jön ez az alkatrész, aminek nem tudom mi a neve. Te Gabó, tudod ez mit is oda? A lényeg az, hogy ha minden igaz, akkor ezt kell átdugjuk ezen a két lyukon, ami itt van. Ezen jelentem, hogy készen van a biciklis ülés. Mit szólsz hozzá, Szofancs? Mondja, hogy mindjárt kipróbáljuk, nagyon tetszik. Szofancs, na, tetszik, akkor jó. Jó vétel volt? Jó, mondjad, hogy... Tetszik?